pleased to present. Jean-Claude Camille François Van Barenberg Brüsszelben született 1960. október 18-án. Jean-Claude Van Damme néven színészi pályafutását statisztaként kezdte. Majd az 1986-os Karate Tigris első rész Nincs irgalom alcímmel ellátott akciófilmben debütált, mint negatív főszereplő. Elnyerte Mr. Belgium testépítő címet is. 16 évesen balettozni tanult, ezt 5 évig folytatta. A balett véleménye szerint művészet, ugyanakkor igen nehéz és komoly sport. Ha túlélsz egy balett foglalkozást, túlélsz bármilyen más edzést is. 18 évesen megnyitotta a Kalifornia edzőtermet Brüsszelben, mellyel egy újságcikk szerint havonta 15 000 dollárt keresett. A filmvászon először a francia Rubárbár című filmben szerepelt 1984-ben, majd ugyanebben az évben a Mindörökké Monaco című alkotásban. Ez adta neki a lökést, hogy feladja jól profitáló fitness üzletét a színészetért cserébe. A 80-as évek elején Hongkongot követően az Amerikai Egyesült Államokba ment. Eleinte bérelt kocsiban aludt, alkalmi munkákat vállalt, pincérkedett, amíg be nem tört a filmvilágába. Jean-Claude Van Damme ma már Muscles of Wrestle, vagyis brüsszeli erőcsoda rajongói szerint. Van Damme Brüsszelben impresszív rugási és törési technikákat sajátított el. A karate mellett taekwondo és muay thai fogásokat tanult. 1978-ban vett részt először full contact mérkőzésen. Sorra győzelmet aratott. 1979-ben a 19 éves Jean-Claude megnyerte az Európa Full Contact bajnokságot középsúlyban. Ez a verseny már felkészülés jelentett a közelgő USA-beli világbajnokságra. A floridai Orlandóba utazott, megszerezte középsúlyú Full Contact világbajnok címét. Első mérkőzésében az első menetben stoppolást ért el Sherman Bergmannal szemben. Jean-Claude Van Damme 14-1-es, 13-as KO rekordjával visszavonult az aktív versenyzéstől. Karrierjében ellentmondásokat hozott, hogy egyetlen felvételt sem talált a küzdelmeiről. Ennek oka, hogy születési nevén, mint Van Barenberg vívta mérkőzéseit, Jean-Claude Van Damme néven egyáltalán nincs mérkőzése nyilván tartva. Eredetileg Van Damme alakította volna a földön kívüli szörnyet Arnold Schwarzenegger Predator című akciófilmében, de a jelmez túl nehéznek bizonyult számára, és a szerep sem tetszett neki, ezért otthagyta a produkciót. Visszavonulásáról azonban viták folynak, némelyek szerint kilépett, mások szerint helyettesítették. Van Damme panasza szerint azonban kirúgták, ezért más filmekben folytatta a szereplését. Jesse Ventura önéletrajzi filmében viszont ő sebesített meg egy kaszkadőrt. Akciószínészként arról vált ismerté, hogy képes teljes párgát csinálni. Mutatványai közben még a harcművészek körében is egyedülálló rugalmasságáról tesz tanú bizonyságot. Filmes karrierének fontos részét képezték az akciófilmek. Kihasználva testi adottságait, harcművészeti tudását, számtalan B-kategóriás mozi főszerepében láthatjuk. A véres játék, a kickboxer és az éppen most forgó Kiborg pályafutása elején készültek. A Kickboxer című film gyakorlatilag a véres játék másolata. A távol-keletre helyezett történet kiváló lehetőséget teremtett Van Damme újabb harcművész parádiához. A kickboxerben Van Damme bajnok bátyja sérülését követően maga száll szembe a retteget harcossal Tong Po-val. A filmben Van Damme egy idős mestertől tanulja meg a kickbox fogásait. Felkészülése során ráébred, test és szellem csak együtt működhet. A film epikus Van Damme pillanatokat tartogat. Miképp rúgjunk ki puszta lábbal pálmafát, és miképp győzzünk üvegekkel ragasztott boxkesztyűben. Az Oroszlán szív című filmben Van Damme picit szakított az előző hagyományokkal. Elengedi a harcművész vonalat, és egy komolyabb történetet próbál elmesélni. Az idegen légiótól megszökő katona szerepében Van Damme ezúttal emberi oldalát mutatja. A családjáért harcoló katona szerepében Van Damme új területekre téved. Elhagyta a Tájföldet, és ezúttal Amerika berkeiben készül leszámolásra.
A filmben láthatóan ki akar törni a skatujából, hogy kizárólag harcművészként lássuk a vásznot. Van Damme érzelgősre veszi a figurát, egy gyermekét egyedül nevelő édesanyáért száll ringbe. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy kevesebb akciót vagy bunyót láthatnánk a színésztől, mindösszesen más környezetben fitoktatja tehetségét. ...1991-ben készíti el Dupla Dinamit című filmjét, mely a korai Van Damme filmek egyik legsikeresebb darabja. Filmben ráadásul kettő szerepben látható, hiszen testvérpárt alakít egészen zseniálisan. Ötlet hatalmas sikernek bizonyult, a Dupla Van Damme-ért rajongtak a mozilátogatók. A filmben számos híres harcművész látható, többek között Bolo Yang, akivel már Van Damme a véres játékban is összemérte tudását, és aki nem mellesleg Bruce Lee-val is harcolt a Sárkány közbeléd című filmben. A film személyes kedvencem is, számtalanszor láttam már az évek alatt, és mind a mai napig fenntartom, hogy az egyik legjobb Van Damme mozi. Tudva levő, hogy Jean-Claude Van Damme nem drámai színész. A kettő szerepben mégis remekül helytáll. A keménykezű báty és a visszafogottabb öcs karakterét is hitelesen jeleníti meg a vásznon. A filmben már érezhető a 90-es évek hatása. Akciói pörgősebbek, fegyverropogások látványosabbak, és összességében is egy dinamikus, remekül működő filmet kapunk. Az 1992-ben készült Tökéletes katona című film Roland Emmerich első amerikai produkciója volt. A futurisztikus akciófilm főszerepében Jean-Claude Van Damme mellett Dolph Lundgren látható. A nem túl távoli jövőben a hadsereg egy különleges egységének tagjaként látjuk a filmben. A tökéletes katonák a halálból térnek vissza. A tökéletes katonák olyan feladatokat látnak el, olyan küldetéseket vállalnak, melyet a normál emberek nem tudnának teljesíteni. A szinte legyőzhetetlen harcosoknál azonban beüt egy kis probléma. Egyikük öntudatára ébred, és onnantól fogva megdőlni látszik a katonaság titkos akciója. A filmben Van Damme ex-vietnámi katonát alakít, aki felettesével együtt veszti életét a csatamezőn. A két katona között már a vietnámi háború során ellentét alakult ki, ez vezet halálukhoz. A jövőben viszont újfent szembe kell nézniük egymással. Roland Emmerich látványos akciófilmje a 90-es évek egyik klasszikusának számít. A tipikusan 90-es évekbeli akciófilmben mindent megtalálunk, amit a műfaj szerelmesei csak elvárhatnak. Ott van a két harcos, látványos akciók, fegyverropogás, egy ártatlan nő, akit meg kell védeni. És mindfölött ott van Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren. Az 1993-ban készült Hiába futsz című akciófilm forgatókönyvét a magyar származású Joe Esterház írta. A filmben Van Damme szökött fegyencet alakít. Van Damme a filmben egy kétgyermekes anyánál el menedékre. A nőt áldás üzletemberek próbálják sabban tartani, mivel nem hajlandó átadni földjét. A filmben Van Damme próbálja lelkisebb oldalát mutatni. Noha szökött fegyenc, kiderül, hatalmas szíve van, és igazából családszerető, ártalmatlan ember. Viszont ha valakik fontossá válnak a számára, azok épségéért bármire hajlandó, elmegy akár a végsőkig is. Nincs a legkedveltebb Van Damme filmek között, mégis érdemes időt szánni rá, hiszen a színészt új oldaláról láthatjuk a szerepben. Sam,
Másik nagy kedvencem a John Woo rendezte Tökéletes célpont 1993-ból. Noha nem tartják a rendező legjobb munkái között számon, Van Damme filmként azonban abszolút a csúcson van. Tény és való, időközben picit megkopott a fénye, de még így is azt mondom, az egyik legjobb Van Damme film. John Woo-nak köszönhetően látványos akciójelenetekkel találkozhatunk ebben a filmben. Van Damme az utca egyszerű embere, aki gyilkos hajszába keveredik. Van Damme a filmben egy jó kiállású hajléktalant alakít, aki egy nőnek segít édesapja felkutatásában. A gazdag emberek halálos szórakozását biztosító banda útjait keresztezi Jean-Claude Van Damme. A pénzes emberek fizethetnek ugyanis azért, hogy szerencsétlen hajléktalanokra vadászhassanak. Na, ebbe a csúnya mókába lesz Van Damme-nak némi beleszólása. John Woo neve garancia az elképesztően látványos akció jelenetekre. Mondhatjuk mai szemmel már nevetségesen túlzó az, ami a vásznon történik, akkoriban mégis Van Damme egyik legjobb filmjeként tartottuk számon ezt a kiváló darabot. Most pedig jöjjön nem csak Van Damme karrierének egyik legjobb darabja, hanem a 90-es évek egyik legjobb akciófilmje. A Peter Hyams rendezte Időzsaru. A jövőben játszódó filmben Van Damme a rendőrség olyan speciális egységének tagját alakítja, akik az időugrókra vadásznak. Mivel a jövőben már létezik időutazás, számos bűncselekményre adhat okot ez a lehetőség. A film az egyik legjobban összerakott Van Damme mozi. Jól megírt forgatókönyv, biztos kedvű rendezés, és egy csomó jó színész látható a produkcióban. Szinte el sem hisszük, hogy Jean-Claude Van Damme filmjét látjuk. Roger Ebert egykori filmkritikus szerint is ez volt Van Damme életművének csúcsa. Nem is olyan régen néztem meg újra, és valóban, azt kell mondanom, egészen jól sikerült darab. Ebben a filmben Jean-Claude Van Damme tényleg színészkedik. Persze látványos akciókból ezúttal sincs hiány, mégis jobban elosztanak a film egésze alatt. A történet sokkal jobban koncentrál a karakterek jellemfejlődésére, van tényleges cselekmény, megmagyaráznak bizonyos szituációkat, és nem csak agyatlanul rúgdossuk a levegőt. Arra azonban a mai napig nem találom a magyarázatot, hogy egy kiváló alapanyagból miképpen lehetett ennyire bármi filmet csinálni, mint a Street Fighter című film esetében. A legendás számítógépes játék filmváltozatában Van Damme alakítja Guile-t, aki a világuralomra törő M. Bison és csapata ellen indul támadásba. Az alkotók akkor valóban azt gondolták, hogy a film 90-es évek egyik csúcsa lesz majd. Belepakoltak meg annyi sztárt, ott volt maga Kylie Minogue, és a halálos ágyáról fölkeltett Raul Julia alakította M. Bison-t. Ez volt talán az egyik legnagyobb probléma. Látványos akciófilm helyett azonban a film inkább vígjáték lett. Bugyuta és erőltetett, amit még Van Damme sem tudott megmenteni. Ugorjunk inkább, és nézzük azt a mozit, amit sokan Van Damme Die Hard-jaként emlegetnek. A filmben egy egykori tűzoltót alakít, aki egy bevetés után meghasonlít munkájával, ezért a Pittsburghi hoki stadion gondnokaként tevékenykedik. Amikor rádász terroristák kerítik hatalmukba a stadion, természetesen muszáj közbelépnie. A filmet ismét Van Damme korábbi filmjének rendezője Peter Hyams dirigálta. Az Időzsaru után ez volt második közös munkájuk. S tény és való, kell egy jó rendező Jean-Claude Van Damme mellé. A hirtelen halál ugyanis a színész karrierjének egy másik fontos darabja. Ebben a filmben Bruce Willishez hasonlóan sokkal kevésbé használja harcművészeti tudását, mint a fegyvereket. A kiváló mellékszereplőnek köszönhetően a film jóval magasabb lécet pendít meg, mint Van Damme többi munkája. Jól megírt forgatókönyv,
dinamikus rendezés. Van Damme érezhetően tanult Street Fighter-beli bukásából. A Mindhalálig volt az a film, amelynek idejében Magyarországra is ellátogatott, a Friderikusz Show-ban vállalt fellépést. A Ringo Lam rendezte film Van Damme egy újabb kiváló munkája. A történet szerint testvére halálát követően Van Damme nyomozni kezd a gyilkosok után. Minél mélyebbre ás testvére halálának körülményeiben, annál durvább dolgokra lesz figyelmes. A film a 90-es évek második felének stílusában készült, sok helyen a Ronint idézi. Noha számos remekül megkoreografált harcművészeti jelenet van benne, ez is a komolyabb Van Damme mozik közé sorolandó. Natasha Henstridge of Species. Maximum Risk. Igen, különös filmmel jelentkezett Van Damme 1997-ben. A nyerőpáros Cui Hark rendezésében nagyon megosztotta a közönséget. Kőkemény látványos jelenetek, sztárok és elcsépelt humor. Ez jellemezte Van Damme újabb filmjét. A filmben főszerepet játszik Dennis Rodman kosárlabda bajnok. Extravagáns jelenléte igencsak érdekes hangulatot adott Van Damme filmjének. Noha idióta egy humorral volt telepakolva, a film azért elképesztően látványosra sikeredett. Ez is volt vele talán a legnagyobb probléma. Egyszerűen képtelenek voltak eldönteni az alkotók, hogy mit akarnak. Vígjátékot, akciófilmet, vagy valami ennél is szürreálisabbat. A második közös munka Cui Harkkal még betegebb filmet varázsolt a vásznakra. A rajtaütés már olyan szinten eltúlozta a poént, hogy azt mai napig nem tudom felfogni, főleg Rob Schneider jelenlétével, akitől egyszerűen a szőr feláll a hátamon. Ötvözve az elképesztően látványos akciókat, bunyókat és Van Damme összes eszenciáját, telepakolták a filmet mindenféle bugyuta, hülye jelenetekkel. Van egy olyan pillanat a filmben, amikor egy cipőtalp darabokra hullását mutatjuk szuper közeliben. Hogy ezt mire véljem? Fogalmam sincs. Na, ami ezután jött, az volt az abszolút mélypont. A tökéletes katona második rész. Hogy ezt a filmet mégis hogyan gondolta Van Damme, el nem tudom képzelni. Annyira buta és olyan szinten primitív volt az egész, hogy mind a mai napig felsírok, hogyha meglátom a borítóját. Luke Devereaux, the original Universal Soldier. Nyilván megpróbálták meglovagolni az első film sikerét, és úgy gondolták, Jean-Claude-nak jót tesz majd, hogyha visszatér ikonikus szerepében. A probléma csupán annyi, hogy ehhez kellett volna egy jól megírt forgatókönyv és egy tehetséges rendező. Egyik sem állt rendelkezésére. Van egy frenetikus pillanata a filmnek, amikor ez a szemüveges izomagy kizuhan az ablakon úgy, hogy nincs rajta atléta. Mikor aztán visszamászik, egyszer csak ott van rajta újra. Elképesztő, nem? Controls the future. Sajnos Van Damme a 90-es évek végére teljesen alulmúlta önmagát. Az egykori akciósztár magánéleti gondokkal küzdött. Filmjének bevétele pedig nem volt elegendő a filmszínházakhoz, ezért a videótékák polcai landolt. Pernó című filmi egyébként nem is tenne annyira rossz. Igaz, hogy jóval kevesebb benne az akció, nem is annyira látványos, mint korábbi filmjei, emberi oldaláról tekintve azonban egy újabb Van Damme-ot kapunk benne. Oh my God.
They are all waiting for him. But he doesn't know it. And neither do they. Just passing through. Hosszú évek mélyrepülése után Van Damme egy olyan filmmel jelentkezett, amire senki sem számított. A GVCD névre keresztelt moziban gyakorlatilag önmagát alakítja. A kiöregedő akciósztár szerepében, aki magánéletében is komoly problémákkal küzd, Van Damme egészen elképesztő színészi alakítást nyújt. Az európai perkekben készült filmben Jean-Claude Van Damme élete legjobb szerepében látható. Nagy kár, hogy a filmnek már nem lett akkora sajtó visszhangja, mint azt megérdemelte volna. Jean-Claude Van Damme. Hey, Monsieur Van Damme. Yeah. Tu te photo là. Bonjour. Okay, good. A történetben Jean-Claude Van Damme a színész éppen a bankban készül, hogy pénzt vegyen föl, amikor rabló támadás éri az intézményt. A kínos szituáció tovább bonyolítja, hogy rengetegen azt gondolják, ő áll a rabló támadás hátterében, mivel annyira lecsúszott az elmúlt években. A remekül megírt forgatókönyv számos vicces jelenettel él. Hihetetlen Van Damme-ot egy ennyire jól összeszedett darabban látni. A film nagyszerűen használja ki Jean-Claude Van Damme karakterét, aki az életben ekkor már igencsak távol járt az egykori fényűzéstől. Mégis a leghihetetlenebb az egészben, hogy ebben a megtört szerepben alakít Jean-Claude Van Damme válóan.